Józsué könyve második részéből Istennek szent igéjét itt találjuk megírva. És Józsué a Nun fia elkülde Sittimből titkon két férfiút kémekül mondván: menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jerikót. Azok pedig elmenének és bemennének egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb volt a neve, és ott háltak. Mikor pedig megjelentették ezt Jerikó királyának mondván: imé férfiak jöttek ide az éjszaka az Izrael fiai közül a földnek kémlelésére, akkor küldte Jerikó királya Ráhábhoz mondván: hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzá, akik házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet. Az asszony pedig fogta a két férfiút és elrejtette őket, és azt mondta: úgy van, bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak. És kimentek-e férfiak kapuzáráskor a sötétben, nem tudom, hová mentek a férfiak, siessetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek őket. Pedig ő felhágatta őket a ház héjára, és elbújtatta őket a száras len közé, amely néki a ház héjára volt kirakva. És utánok sietének a férfiak a Jordánhoz vivő úton a rév felé, a kaput pedig bezárták azután, hogy kimentek azok, akik őket üldözték. Ők pedig még le sem feküdtek, mikor felment ő hozzájuk az asszony a házhéjára, és azt mondta a férfiakra: tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földet minden lakosa megolvad előttetek. Mert hallottuk, hogy megszállította az Úr a Veres-tenger vizét előttetek, mikor kijöttetek Egyiptomból. És hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Oggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten, fenn az égben és alant a földön. Most azért esküdjetek meg, kérlek nékem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekeztek majd az én atyámnak házával, és igaz jelt adtok nékem, hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi és nőtestvéreimet, és mindent, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól. És mondának néki a férfiak: a mi lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat. És ha nékünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled. Alábocsátá azért őket kötélen az ablakon, mert az ő háza a kőkerítés falán volt, és ő a kőkerítésen lakik valak. És mondta nékik: a hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek három napig, amíg visszatérnek az üldözők, azután pedig menjetek a magatok útján. A férfiak pedig mondának néki: áltatlanok leszünk ezen a te esketésedtől, amelyel te megeskedtél minket. Ha bejövünk mi erre a földre, közd e veres vonalú zsinórt ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket. Atyádat, anyádat és atyád fiait pedig, és atyádok egész háznépét. Gyűjtsd be magadhoz a házba. És akkor, ha akárki kijön a te házadnak ajtain, annak vére az ő fején lesz. Mi pedig ártatlanok leszünk. Mindannak vére pedig, aki te veled lesz a házban, a mi fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne azon. Ha pedig megjelented ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk holva az eskü alól, amelyel te megeskedtél minket. Mondta pedig Amaz: amint szólottatok, úgy legyen. Ekkor elbocsátál őket, és elmenének. A veres zsinór pedig reáköti az ablakra. És elmentek és eljutának a hegyre, és ott maradtak három napig, míg nem visszatértek az üldözők. Keresték ugyanis őket az üldözők minden úton, de nem találták meg. Akkor a két férfiú visszatért, és leszálltak a hegyről, és által mentek a Jordánon, és eljutottak Józsuéhoz, a Nun fiához, és elbeszélték néki mindent, ami történt velük. És mondának Józsuénak: bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, meg is olvadt már a földet minden lakosa miattunk. Ámen. Imádkozz! Köszönjük, drága Urunk, hogy a te igéddel szembesítesz minket ezen az estén. Hálát adunk néked, hogy itt lehetünk békében, csendben összegyűlve, és arra kívánunk figyelni, amit te mondasz nekünk. S
segíts meg, Urunk, hogy az emberi szón keresztül meghalljuk a Te hangodat, a Te szavadat. Kérlek, Uram, hogy tedd világossá, érthetővé üzenetedet, és nyisd meg mindannyiunk szívét a Te igéd számára. Amen. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. És a fiatalokat is, akik elkísértek, most a prédikáció nekik is szól, ha eljöttek erre az Isten tiszteletre, mint ahogy a margitaiaknak, meg a vendégeknek, akik eljöttek, mindannyiunknak szól. De persze mindenek előtt nekem szól. Mert az ige hirdető először magára kell alkalmazza az Isten ígéjét, hogy utána mondhassa másoknak. Egy ószövetségi történetet olvastunk fel, egy asszonyról, aki több helyen meg van említve a Bibliában. Szóval Máté evangélium a első részében róla, ahol benne van az Úr Jézus nemzetségi táblázatában. Beszél róla a zsidókhoz írt levél 14. része, hogy hitáltal menekült meg Ráhám. Beszél róla Jakab apostol, hogy ahogy a parázna Ráhám is nem cselekedetek által igazítatott témek, amikor befogadta a kémeket, és ezt a szép bizonságtételt mondta Isten munkájáról. Ha a Józsué könyvét olvassuk, rájövünk arra, hogy ez a második rész egy betoldás. Nem lenne abszolút szükséges, hogy tudjunk erről a történetről, hogy kerek legyen a honfoglalásról szóló üzenet. Az első rész, ahol Józsué átveszi a megbízatást, miután Mózes meghal, az a történet azonnal folytatódhatna a harmadik résszel, ahol a nép átmegy a Jordánon. Miért szükséges, hogy még ott legyen ez a második rész? Nem csak azért, mert a hatodik részben, mikor Jerikó falai leomlanak, említés van még Ráhábról, hogy megmenekül és megszabadul. És Isten kegyelmes volt hozzá, és háznépével együtt kegyelmet nyert, miközben Jerikó népét az ítélet sújtotta. Azért kell szó legyen erről a részről, mert új szövetségi üzenet van benne. Ugyanis nem csak róla van szó, hanem a hitből való megigazolásról, szabadulásról, és arról a kegyelemről, ami neki adatott, de mindannyiunknak fel van kínálva Jézus Krisztusban. Mi tudjuk az ígéből, hogy Jerikó fölött ott volt, kimondva volt már az ítélet. Meg voltak számlálva a napjai. Az volt az első város, amit elfoglalt. A várost felégették, a népet kard élre hányták, Isten parancsa szerint, mert az ítélet sújtotta őket. Istentelenségük, bálványimádásuk, lázadásuk miatt, gonoszságuk, erkölcstelenségük miatt, amelyről olvasunk Mózes 5. könyvében részletesen. Tehát az ítélet ki volt mondva el. És találunk itt egy személyt, aki éppen befogadta a kémeket, és azt olvasunk róla, hogy ő megmenekült. Egy különleges kegyelem adatott neki. Megszabadult, háznépével együtt. Őt nem sújtott az ítélet. El kell mondjam azt, hogy az ítélet ki van mondva erre az egész világra. Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és azután az ítélet következik. Úgyhogy az ítélet következni fog. Nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rossz. Nem tudjuk, hogy hány nap van még hátra. Azt mondja az Úr Jézus egyik beszédjében, hogy úgy lesz az utolsó napokban, mint Noé idejében. Esznek, isznak, házasodnak, építkeznek, és így tovább. És nem vesznek észre semmit, amíg az ítéletben nem következett. Mert Noé idejében is úgy volt,
Nem hittek Noénak, aki prédikál, és igazság hirdetője volt. Építette a bárkát. 150 méter hosszú, 30 méter széles. Nagy építmény volt, azt nem lehetett egy-két nap alatt befejezni. Sok fa kellett hozzá. Hosszú ideig épült a bárka, és prédikált Noé, de nem hittek neki. Miket beszél? Nem volt eső soha, hogy víz hújjon alá az égből. Ki hallott még ilyet? Mert nem olvasunk arról, hogy az özönvíz előtt valamikor esett volna az eső. Hogy pára szállott fel a földről, igen. És különben is vízi járművet a hegyre, a dombra. Hát normális ember ez a Noé. És nem vettek észre semmit, míg az ítélet bekövetkezett. Már bent voltak az állatok, bent volt Noé és az ő családja. És azt olvassuk, lőtt pedig heted napra, hogy megjött az özön. Miután Isten bezárta az ajtót. Várt még 7 napot, hát ha még valaki észhez tér. Nem tért észhez senki. És akkor bezárta az ajtót. Van egy érdekes könyv, a Jásár könyve, amelyet nemrég rendeltem meg angolul. Nem tudom, hogy ugyanaz-e, amelyről a Józsué könyve is beszél, meg a Sámuel könyve beszél, az a Jásár könyve, de az részletesen elmondja, hogy az özönvízkor sokan dörömböltek Noé bárkájának ajtaját. Szerettek volna bejutni, de már késő volt. Nem volt megmenekülésre több lehetőség. Józsué 2-ben arról olvasunk, hogy van egy asszony, és a történet nagyon szépen van elmondva. Először szeretnék szólni arról, hogy hogy van felépítve ez a történet, hogy a bizonyságtétele a központi helyre van téve. Figyeljük meg! Először kezdődik azzal, hogy Józsué elküldi a kémeket, befejeződik azzal, hogy megérkeznek a kémek Józsuéhoz. Aztán olvasunk arról, hogy Jerikó királya kiküldte az üldözőket, van ott egy kérdés. És utána olvasunk arról, hogy visszajöttek az üldözők, dolguk végezetlen, és ott is van kérdés. És ez az irodalmilag úgynevezett kiazmatikus felépítés kellős közepén ott van egy bizonyságtétel. Nem lenne szükségre jár, hiszen a 7. verstől folytatódhatna a történet tovább 14. 15. versnél. De a 8. versnél azt olvassuk, hogy még le sem feküdtek, mikor felment ő hozzá az asszony a háziára, és azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a férfiat. Más szóval a szent író nem a részletekkel foglalkozik. Mi kíváncsiak lennénk, ha olvassuk a történetet, hogy hát elrejtette őket, bementek, jöttek az üldözők, ezt a választ adta nekik Ráháb. Na, mi lett végül is ezekkel az emberekkel? Hogy menekültek meg? Még az várhat magát. Először halljátok valami nagyon fontosat, amely annál is fontosabb, hogy hogy menekültek meg a kémek. Ráhábnak a bizonyságtétele. Az a legfontosabb. Úgy szoktuk ezt nevezni, hogy ez a kiazmatikus felépítés olyan, mint a szendvics. Milyen a szendvics? Hát középen van a lényeg. A többi az dekoráció. Egy-egy saláta lenyér, vagy éppen egy-egy szelet kenyér. A középen van a lényeg. Na, itt a Ráháb bizonyságtétele a lényeg. Az mondja el nekünk, hogy mi is történt valójában ennek az asszonynak a szívében, és miért menekült meg? Mert ez az asszony hitt Izrael Istenét. Vegyük sorra. Először is beszél az Úr hatalmáról, hogy mit tett az Isten. Azt olvassuk, hogy
Hallottuk, hogy megszállította az Úr a veres tenger vizét előttetek, mikor kijöttetek Egyiptomból. Szóval ez az asszony hitt abban, hogy a veres tenger ketté vált. Vannak sokan, akik nem hisznek be. De Ráhább tudta, hogy ez igaz. Akkor azt mondja, hallottuk, hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, Szihonnal és Óggal, Hesbon és Básán királyával, akiket megöltek. Nagy terület volt a Jordán túli rész, amit még Mózes idejében foglaltak el. És azt elfoglalták. Az Arnontól egészen a Gileádig. És amikor ezeket hallottuk, megolvadt a szívünk. Nem maradt erő senkiben sem közülünk. Bizony, a ti istenetek az Isten. Képzeljük el, képzeljük magunkat ennek az asszonynak a helyébe. Bálványokat imádott. A házában a többiek is bálványokat imádtak. Nem tudom, Baált, vagy Astarótot, vagy voltak-e más szobraik is. De bálványokat imádtak Kánaánban. Aztán hallja ezt a hírt Izrael Istenéről. És akkor elkezd a szívében hit születni. Mert azt mondja a római levél, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Isten ígé áll. Valahogy eljutott hozzá az üzenet, hogy ez az Isten nem olyan, mint a miénk. És elkezdi hinni, hogy ez az igazi Isten. És ő már nem hisz a bálványokban és a bálványoknak, hanem Izrael Istenében hisz. És amikor eljön az ideje, megvallja a hitét. Elmondja, hogy mi az, amiről ő meg van győződve. Pedig ez veszélyes dolog volt Jerikóban ilyet mondani, de ez az igazság. A ti istenetek az Isten fenn a mennyben és alatt a földön nincs más. Az az igazi Isten. És én ezt hiszem. Meg vagyok erről győződve. Tudjuk! Ezzel kezdni. Tudjuk. Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és megszállt minket a félelem. Beszél az Úr hatalmáról, beszél az Isten fenségéről, és azzal fejezi be a beszédét, hogy az Isten irgalmához folyamodik. Esküdjetek meg nékem, kérlek, az Úrra, a ti istenetekre, Jehovára, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot tesztek majd az én atyámnak házával, és igaz jel adtok nékem, hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi nőtestvéreimet, mindenkit, akik itt lesznek a házban. Valahogy eljutott hozzá a hír, hogy az ítélet közeledik. Ahogy Isten ítéletet tartotta az emoreusok felett a Jordánon túl, végrehajtja az ítéletet a Jordánon innen is. Már korábban Ábrahámnak megmondta az Úr, hogy csak a negyedik vagy harmadik, negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. De amikor betelt, akkor jön az ítélet. És itt van egy személy, aki ezt elhiszi. És mert elhitte, megmenek. Hit által menekült meg Noé. Hit által menekült meg rá. Mert elhitte. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Szeretnék itt megállni és egy kérdést tenni fel, hogy amiket a keresztények hirdetnek és képviselnek, itt Margitán is, meg úgy általában. Azt hirdetjük, hogy Isten ígéje igaz. Minden, ami ebben megvan írva. Hirdetjük, hogy egyedül Jézus Krisztusban van szabadulás. Nincsen senkiben másban üdvösség, nem adatott a földön az ég alatt más név, aki által kellene nékünk megtartani. Csak Jézus Krisztus. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszel.
mert másképp elvész. Örök élet eleje. Jézus Krisztus adta az Isten. És ahogy Ráhábnál az a vörös zsinór a kegyelemről szól, a kegyelemről beszél, ami neki adatott, irgalmasságot cselekszik vele az Isten. Nekünk nem egy vörös zsinór, hanem Jézus vére az, amely kegyelemről beszél. Megigazulhatunk Jézus Krisztus által. Hit által békességünk lehet az Istennek. Irgalomban részesülhetünk, ha már nem vagyunk rá méltók. Mert hisszük testünk feltámadását és az örök életet. De a feltámadás az Úr Jézus szavai szerint kétféle lesz. János evangéliumában beszél erről, azt mondja, örök kárhozatra, örök gyötrelemre, utálatosságra, mások üdvösségre, örökre, örömre, boldogságra támadnak fel. Az ítélet napja közeleg. S Ráháb arról beszél számunkra, hogy fel van kínálva egy lehetőség a szabadulásra. Ő bizonságot tett róla. Meg volt győződve róla, hogy ez így igaz. Tudjuk, hogy az Úr néktek adta ezt a földet. Minket meg megszállt már a félelem. A ti istenetek az Isten. Ó, bárcsak könyörülne rajta, hogy megmeneküljek. És megmenekül. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Csak ennyiből áll. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Mint te, mind a te házad néve. Akiket csak elhív magának az Úr, az Isten. Visszatérve még a történethez, olvassuk itt, hogy a kémek visszatértek Józsuéhoz, és elmondták neki, mit mondtak el, hogy beszerveztünk valakit, aki majd kinyitja a kaputat, hogy megnyertünk valakit a mi ügyünkre, a Jerikóbeliek közül, az majd segíteni fog elfoglalni a várost? Nem. Tudjuk, hogy az Úr nékünk adta. A miénk a város, a miénk a föld, ahogy Isten megígérte, úgy fog valóra válni. Erre mi azt mondanánk, de hát ezt tudhatták volna korábban is. Hát nem, hát megmondta nekik az Isten már mikor, még Mózes idejében. Miért volt ehhez szükséges, hogy a kémek elmenjenek, hogy Ráháb bizonságtételét meghallgassák, hogy rejtőzködjenek három napig a hegyekbe, aztán végül visszajussanak Józsuéhoz, és azt mondják, tudjuk, hogy az Úr nekünk adja. Azért volt szükséges, mert van, amikor nekünk, mi emberek vagyunk, és olyan emberek, akiknek néha kételjeink támad. Tudjuk, hogy az Isten ígéje igaz, de néha kételjeink támad. És ilyenkor Isten az ő kegyelméből ad megbizonyosodásokat, felbátorításokat. Megengedi, hogy ne csak tudjad, hanem érezzen is, hogy az üdvösség a tiéd. Találunk ilyet Isten ígében több helyen. Például Mózes jön, látja, hogy a fáraó még gonoszabbul bánik a néppel, nem bocsátja el, nem az történik, amit ő szeretett volna, és akkor megy panaszra az Úr elé. Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel? Miért küldtél engem ide? Az Úr azt mondja, eredj, mondd meg Izrael népének, hogy én vagyok az Úr. Erős kézzel, hatalmas karral fogom őket megszabadítani. De nem mondja meg előre, hogy mi fog történni, hogy még 10 csapás következik, hogy majd a veres tenger ketté válik, hogy fűrjek jönnek és ennivalót kapnak, hogy a vízből kősziklából víz szakad, hogy manna hullik majd 40 éven át, és így tovább, vezeti őket felhőoszlopban és tűzoszlopban, nem mondja ezt el. Mózesnek bízni kell az Úrban, hinni kell, de azért időnként felbátorítja.
időnként lelkesen mellé áll, érezteti benne, hogy nincs segedő. Másokkal is megtörtént ez. Például Illéssel, aki azt hitte, hogy egyedül maradt, az Úr azt mondja, hogy nem vagy egyedül, meghagytam magamnak 7000 ember, akik nem hajtottak térdet a bárra. Keresztelő János a börtönben szeretné tudni, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És az Úr küldi neki az Ézsajási igét. Higgyél, bízzál! És én meg vagyok győződve arról, hogy keresztelő János Isten kegelmében, irgalmában megnyugodva, de felbátorodva nézett szembe a halállal, amikor annak órája eljött. Tudta, hogy a Mesiás már eljött a földre, és ő a küldetését befejezte. Na most Ráháb elmondja ezt a bizonságtételt, és ez felbátorítást jelentett Izrael népére. Mert azt olvassuk a rész végén, mondának Józsuénak, bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, meg is olvadt már a földnek minden lakosa miattunk. Ha van ilyen megbizonyosodás, ha van ilyen felbátorítás, az kegyelem. És Isten ilyen kegyelemben részesít minket ma este. Megadja kegyelméből, hogy halljuk az igét. Kellemes körülmények között. Figyelmeztet, hogy az ítélet napja közeleg. És tudomásunkra adja, hogy van kegyelem mindazok számára, akik hisznek Jézus Krisztusban. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nem úgy, mint Jerikóban, csak ennek az asszonynak. Minden ember. De vajon akkor minden ember üdvözülni fog? Nem. Mert a kegyelmet el kell fogadni. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, de az ajándékot el kell fogadni. Hit által tehetjük magunkévá. És ez a hit megváltoztatja az életünket. Ráháb élete megváltozott attól kezdve, hát még miután megszabadult igazán. Izrael népének tagja lett, az Úr Jézus nemzetségi táblázatába bekerült. A Messiás előhírnöke lett. Miért? Azt olvassuk. Őtől elmentek a kémek, ő pedig rejátötötte a verezsinót az ablakra. 21. vers. Mondta pedig Amaz, amint szólottatok, úgy legyen. Ekkor elbocsátá őket, és elmenének, a verezsinót pedig rejátötti az ablakra. Nem azt mondta, hogy van idő. Hát ezek nem is Józsuéhoz mennek, hanem a hegyekbe. 3 napig lesznek ott. Azután mennek a táborhoz. Míg felkerekednek, míg ide érnek, míg körbeveszik a város, meg ostromolják, ráérünk. Nem érünk rá. Most rákötötte a vörös zsinót az ablakra. Ez az, ami engem megment. Ez az az igaz jel. És az én szabadulásom halasztást nem tűr. Nem mondja senki, hogy hát majd megtérek mondjuk a hétvégén, nem az első nap, amikor kezdődik az evangélizáló hét. De a szabadulás nem tűr halasztást. A mi menetülésünk olyan fontos, hogy ma kell megtenni. Ma kell hinni a szabadító vérben. Ma kell segítségül hívni az Urat. Ma kell rákötni azt a vörös zsinót az ablakra. Testvéreim, ez az üzenet evangélium. Amit említettem, új szövetségi üzenet van benne. Azt mondja, hogy volt valaki, aki ugyanúgy halálra méltó volt, mint a többi Jerikóban. Aki azelőtt ugyanolyan pogány, bálványimádó és tisztátalan, erkölcstelen életű volt. Igazán nem méltó arra, hogy megmeneküljön.
De azt mondja, hogy ígérjétek meg, hogy irgalmasságot cselekedtek vele. Isten irgalmához folyamodik. És Isten nem a mi érdemünkért, hanem Jézus Krisztusért irgalmasságot cselekszik az ilyen emberre. Nem azért menekült meg, mert igazabb volt a többinél. Hit által menekült meg rá. Hit által. És ezt bármelyik ember meg tudja tenni. Ha valamilyen nagy dolgot kérne az Isten, mit tudom én, fizetni kéne az üdvösségét, akkor nem jutna hozzá mindenki, csak akinek sok pénze. Ha azt kérné, hogy nem tudom én, hová utaz el, Izraelbe, Jeruzsálembe, akkor nem tudná mindenki megtenni, csak aki tud utazni és megszerzi a vízumot. Meg akinek ereje van hozzá. És így tovább. Mi legyen a sok beteggel? Ó, a betegek is tudnak hinni. A teljesen tehetetlenek is tudnak hinni. És az üdvösség hitáltal. Azért, hogy mindenki számára elérhető legyen. Hidd segítségül az Isten nevét a mai napon. Hidd el, hogy ő megszabadít téged az ítélettől, ami közeleg. Örök életet ajándékoz neked. Mert benne van az örök élet. Aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ne halogasd ezt a veres zsinót. A Jézusra mutat, ő rámutat. Ő a szabadító. És én szeretném, ha az evangelizáló hét elején, már most komolyan vennénk az evangéliumot, és engednénk a szívünket, hogy megnyíljon Jézus számára, hogy ő megváltoztasson és megszabadítson minket. Amen. Jézus, 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 Jéz
elhangzott a prédikáció, és valamennyien hallottunk arról, hogy közeledik az ítélet. Nem tudjuk, hogy mennyire van közel, de hogy ez a világ az ítéletnek van fenntartva, erről ír az Isten igéje. És hallottuk azt, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Ha meg kell állni, hogy állsz meg? Mikor el kell számolni arról, hogy nem is arról, hogy hogyan éltük az életünket, hanem arról, hogyan viszonyultunk a kegyelemhez, a Krisztus áldozatához. Mit mondasz majd? Megragadtam, hitáltal elfogadtam, kibékültem Istennel, értem bűneim bocsánatát, és tudom, hogy vár el a mennyország. Vagy még nem vagy benne biztos. Vagy azt mondod, hát nincs is nekem szükségem, mert én nagyon jó ember vagyok. Megértettük ma este azt, hogy mindenkinek szüksége van a kegyelemre. És nagyon egyszerűen lehet elfogadni. Hitáltal. Így az Úr Jézus Krisztusban. Ha van itt valaki ma este, vagy többen is, akik szeretnének hinni, vagy el akarják fogadni a Krisztus kegyelmét, szeretnénk biztosítani erre lehetőséget. Ha már ezt megtettük, akkor adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akiknek megtérésre van szükségünk. Hajtsunk most térdet, fejet, közeledjünk a mi Istenünkhöz. Ha valaki fel akar kiáltani kegyelemért, bűnbocsánatért, akkor egy őszinte imában megteheti, elmondhatja, légy irgalmas nékem bűnösnek. Vagy ha már kegyelmet nyertél és hálát adhatsz, mondd el ezt most. Köszönd meg az Úrnak. Azt szerinted azt, hogy kinek mi van a szívében, hogyan vagyunk mi előtted ezen az estén. Megértettük, Urunk, hogy valamennyünknek szükségünk van a te kegyelmedre. És köszönjük, hogy kínálod az ingyen, bérmentve, és azt akarod, hogy hitáltal megragadjuk. Köszönjük Jézus Krisztus helyettesítő áldozatát. Köszönjük, hogy ő általa megmenekülhetünk az ítélettől, a kárhozattól, az örök gyötrelemtől. Köszönjük, Urunk, hogy mi, akik már elfogadtuk őt, nyertük a bűneink bocsánatát. Köszönjük, hogy megigazítottál, hogy elhívtál a Krisztus követésébe, és azt akarod, hogy tisztaságban, szentségben éljünk. Meg akarsz tisztítani naponként. Köszönjük, hogy végzel ezt a munkát, hogy rávilágítsz még arra, ami nem jó, és adsz még kegyelmet újból nekünk is, kegyelemre kegyelmet. És köszönjük, Urunk, hogy ma este is így közeledtél. Ha valaki ma este kinyúlt a te kegyelmedért hitáltal, kérünk, Urunk, hogy fogadd őt, bocsáss meg neki, tisztíts meg életét, add, hogy ezentúl ne bűnben, ne nélküled, hanem veled élhesse az életét, a te dicsőségedre. Amen. Amen. Csak azt mondtam, hogy szeretem.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kicsit körülményes volt, hogy ide értünk, de örülünk, hogy itt lehetünk, és szeretném ezt így beszélni. Az utóbbi időben azon gondolkodtam, hogy mindaz, amit teszek, az mennyire, annak mennyire van értelme, és mennyire befolyásolja a körülöttem lévőket, az életét, és az, hogy mi történik körülöttem. És azon gondolkoztam, hogy milyen célja mindannak, amit teszek, vagy jó, vagy rossz, és az, ami történik velem, annak mi a célja az életemben. És elgondolkodtam, hogy mindenekem egy célja, és rájöttem arra, hogy Isten azt szeretné nekem megmutatni tényleg, hogy ő egy célral teremtett, és egy célral vagyok ezen a világban is. Nekem az életemben volt egy olyan időszak, amikor elég mélyen voltam, és szándékosan lázadtam Isten ellen, és az ellen, hogy miért születtem meg. Biztos még vannak, akik így éreztek már egyszer az életükben. Hát én elég mélyen elgondolkodtam ebben, és úgy gondoltam, hogy jogomban áll lázadni ezzel, mert nem láttam, hogy az értelmét létezett, és megkérdőjeleztem Isten létezését is. És Isten rávezetett arra, szerencsére vagyis Isten jó voltából, hogy igenis ő szeret, és egy célat jelentett, és az, ahol élek, az a hely, azt én befolyásolni tudom, ha kicsi dolgok által is, de elég fontos vagyok az ő szemében, és mindenki fontos az a világon az ő szemében. Egy versen van ezzel kapcsolatban, ami arról szól, hogy hová tartunk, ezt a kérdést teszi fel, és hogy merre visz az utunk, és tudjuk azt, hogy miért történik. Hová még Mécs László? A kertekben szappanú borékokat fognak a gyerekek. Valaki a végtelenben buborékokat ereget, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, napok és más csillagok. Csillognak és elkaptanak egyszer. Hová így? A földgömbön néha álmok színesülnek. A hantok alatt vidám halottak ülnek, s a fák bokrok hajszálcsőrén át fújják a végtelenben buborékokat. Hová így? Tüzek, vizek harcolnak, ülik egymást, az ellenek. Felhőből jönnek, záporokat ellenek, folyók rohannak, fájdalmak tengerlenek. De komoran, megszállodként menetelsz. Hová így? Tavaszok tudnak el örökre legényesen, virágosan, nyarak nyarvannak, őszök bársolyláva oson, telek tanulnak, mint százesztendős jövendő módok. De komoran, megszállodként menetelsz. Hová még? A földbuborékokon utak tűnnek fel, dicsőség, szerelem, vallások, világnézetek, teremtés, történelem, és temetőbe torkolnak az utak. Még egyszer örökre átadtam a buborék. Hová még? Thank you.
szeretném mondani azt, hogy az Úr munkát tudott az én életemben, és hogyan szabadított meg engem. Hívő családban születtem, édesanyám szoknyája mellett könnyű volt hívő életet élni, de sajnos kinőttem onnan, és ezután már nem úgy jön. És nagyon eltávolodtam Istentől, annak ellenére, hogy ő mindig hívott volna engem, én mindig eltaszítottam magamtól, és egyáltalán nem foglalkoztam vele, és nem tudom, hogy ennek a büszkesége volt azokon foka, vagy minden hálát tudok neki, hogy ő meg tudott alázni, de aztán fel is emelt engem. Ez a tavaly évben az evangelizációs estén, az egyik evangelizációs estén történt, amikor elhatároztam azt, hogy ami mögöttem van, azt elfeleltem, ami pedig előttem van, annak neki feszülve tudok egyenest a cél felé. Azóta vere élek, de igaz, hogy volt, úgyhogy megint még mindig a régi énem lett előtt rajtam, és eltávolodtam tőle, de hálás vagyok neki, hogy ő felállt engem, és hogy mindig megoldalmaz engem. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, de ne csak értem, hanem minden társamért, aki még ilyen helyzetben van, és szeretném még bátorítani azokat, akik még nem fogadták előtt, hogy fogadják előtt, mert vele érdemes élni. Amen. Beszél a betelt időről, és az Isten országának közeledéséről, és az evangélium hiteléről. Hát szeretnénk folytatni ezt az igét egy másik igeversen, amit a zsidókhoz írt levélben találunk megírva. A 12. rész első versében.
Azért hát mi is, mint hogy a tanúknak így nagy felleger vesz körül, tegyünk helyre minden akadályt és megkörnyékező bűnt, és álhatatlansággal fussunk meg az előttünk levő küzdőtért. Csodálatos, hogy Jóisten figyelmeztet bennünket mindazokra, hogy megnyissa a lehetőséget arra, hogy meghalljuk az evangéliumot. De itt úgy olvastam a zsidókodik levélben, hogy vannak akadály, amit félre kell tenni. Vannak olyan körülmények, amit meg kell harcoljon a hívő ember, és ez minden embernek különbözik napról napra az akadály. De az Jóisten igéje tanít még más irányban is. Azt mondja Pál apostol, hogy mindenre van erőm nékem, ami Urunk Jézus Krisztusban. Tehát, ha rátámaszkodunk Jézus Krisztusra, akkor az akadályok el fognak hárulni. És ez az alkalom hadd szolgáljon arra, hogyha egy valaki is van itten, akinek van valami akadály az ő életében, szívében, mondja el a Jóistennek. Hiszem, hogy a testvérek adnak erre lehetőséget az alkalom végén, hogy imádkozzanak azokkal, akiknek még van akadály az ő szívükben, életükben, hogy kikerüljék, elkerüljék, elháruljon az akadály. Csodálatos, hogy ha bizonyság felleg bennünket körülvesz, akkor győzelmes életünk lehet. Amikor körülveszne bennünket olyan körülmény, ahol szeretve vagyunk, ahol értékes a számunkra az, amit hallunk, ahol értékesek vagyunk valaki számára, ahol megjelenünk, akkor ez olyan bizonyság tétel a hívő ember felé, hogy értékes valaki számára minden egyes ember. És ez az érték Istennél van elrejtve. Értékes vagy a Jóisten számára, a Jóisten előtt. Azért, mert ő teremtett téged, és nem a kárhozatra teremtett az Isten az ember, hanem az üdvösségre, az örök életre. És ha ez a bizonyság tétel körülvesz tégedet, akkor örülhetsz. Boldog lehetsz, mert van hátad mögött az, aki megvéd, megoldalmazza életedet. Kívánom, hogy valaki, aki itt van ma este, bárki legyen az, és még nincsen védelem alatt, mondja a Jóistennek, szeretném a te oltalmadat, szeretném, hogy a bizonyság fellege körülvegyen, és ez védje meg életemet. Adja Jóisten, hogy így lehessen. Amen. Nem látod, nem
Hallottad az éneklésünket, tudod, mi van a szívünkben. Szeretnénk veled indulni, veled járni, igent mondani a te hívásodra. Kérünk, hogy az igét tartsd meg szívünkben, hogy arról gondolkozzunk éjjel és nappal. És folytasd, végezd bennünk a te jó munkádat, az Úr Jézusért. Amen. Amen.